Augusztus 30-án ugyan véget ért a nyári menetrendi időszak a Mávnál, azonban szeptember 13-áig utószezoni menetrend lépett életbe a Balatoni vasútvonalakon. Mivel a Balatonhoz az utószezonban is sokan utaznak sűrűbb menetrenddel, nagyobb kapacitással és magasabb szolgáltatási színvonalat biztosítva közlekednek a vonatok a tóparti állomásokra, csak úgy a déli, mint az északi partra. Ennek értelmében Budapest és Tapolca között továbbra is minden nap két óránként közlekednek a kék hullámsebes vonatok. Budapest és Balatonfüred között hétköznap két pár, hétvégén öt pár katica sebes vonat közlekedik, amelyeket deziró motorvonatokból állít ki a vasúttársaság. Péntek délutánonként, illetve hétvégén a tekergő gyorsvonatok is közlekednek az Észak-Balatoni vonalon. Fontos, hogy a péntek délutáni tekergő gyorsvonat Kőbánya Kispestről indul, a többi vonat budapesti végállomása a déli pályaudvar. A tekergő vonatokat elsősorban a kerékpáros utasainak ajánlja a MÁV, mert ezekhez nagy befogadó képességű kerékpárszállítókocsikat is kapcsolnak. A főszezoni menetrend után már is folytatódik az Észak-Balatoni vasútvonal villamosítása korszerűsítése. Ezért egyes reggeli és esti vonatok menetrendje változott, valamint hajnalban és késő éjszaka Székesfehérvár és szófő között vonatpótlóbuszok szállítják az utasokat. A korábbi terveknek megfelelően a következő nyári idényben már villanyvonatok közlekednek Budapest és Balatonfüred között.